Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök a GeoGulliver podcast legújabb adásában, ahol egy igazi, hogy úgy mondjam, szakértő nagyágyút sikerült becsábítanunk a mai adásba. Rácz András a vendégünk, geopolitikai szakértő, történész, a Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Intézetéből, illetve a szokásos moderátor Botlik Zsolt, és hát ebből már sejthető is, hogy a mai téma szintén az ukrajnai háború, és ennek kapcsán rögtön át is adnám a szót Botlik Zsolt kollégámnak. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azt a nézők és hallgatók kedvére elmondom, hogy Andrást már régóta ismerjük, tehát tudjuk róla, hogy milyen skillekkel és kutatási fókusszal rendelkezik. Én a magam részéről nagyon örülök neki, hogy most ő amolyan virtuális média sztárrá vált, mert nagyon sok olyan információ kering az interneten, ami szerintem félreviszi az eseményeket. Tehát én is csak csatlakozni tudok Dávidhoz, hogy nagyon örülünk, hogy meg tudtuk nyerni őt erre a beszélgetésre. És akkor hozzá is fordulok mindjárt legelőször, mert ugye, hogyha figyelemmel kísérjük a legutolsó időszaknak a történéseit, akkor ugye a vájt fülűek, vagy a szerencsések, akik hallották még talán január végén egy podcastban Andrást, aki az első ember volt ilyen értelemben, aki nem zárta ki, hogy ez a háború be fog következni. Ugye mi földrajzosok még Dáviddal egy-két nappal a háború kitörése előtt is azt mondtuk, hogy viszonylag kicsi az esélye ennek, tehát nem gondoltuk, hogy ez bekövetkezik. Úgyhogy ezen az első kérdésünk, hogy mik azok a dolgok, amiket te, András, már akkor láttál, amire esetleg a földrajzos nézőpontok nem feltétlenül figyeltek oda? Köszönöm szépen, és elsősorban tényleg nagyon köszönöm a meghívást. Én nagyon hiszek abban, hogy a különböző tudományágok együttműködéséből nagyon, nagyon jó dolgok tudnak kijönni. Ugye külföldiül ezt hívják interdisziplinaritásnak, és a biztonságpolitikának talán a legfontosabb határterülete, vagy az egyik legfontosabb határterülete az a földrajz. Úgyhogy én nagyon köszönöm ezt, hogy be tudok kapcsolódni ebbe a projektbe, mert tényleg amiket akár Dávid is írt például az offenzíva első napjairól, nekem fogalmam sem volt február 24-25-én, hogy miért van az, hogy az oroszok délen olyan rettenetesen gyorsan tudnak előre nyomulni, északon meg teljesen beakadnak. És akkor meg elolvastam, amit a Dávid írt, hogy hoppá, tényleg rá kell nézni a térképre. Tehát, hogy nekem ez egy hihetetlen revelatív dolog volt, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm ezt. Ami a háború kezdetét illeti, ugye az nem teljesen igaz, hogy én voltam egyedül, aki ezt itthon mondta, valójában ketten voltunk. Ugye Jójárt Krisztián kollégám volt a másik a Stratégiai Védelmi Kutató Intézetből, és természetesen biztosan mi sem tudtuk. Tehát ebben a szakmában nagyon ritkán lehet 100%-os bizonyosságról beszélni, valószínűségekről lehet beszélni. És igazából december közepétől, végétől gyűltek azok a jelek, amik elkezdték emelni egy orosz támadás bekövetkeztének valószínűségét. Az egyik ilyen, és talán a legfontosabb ilyen, az az orosz csapat összevonások alakulása volt. Tehát ugye Oroszország december közepétől elkezdett nagy létszámokat, amelyeket összevonni Ukrajna körül. Ugye ehhez fontos tudni, hogy már a csapat összevonás előtt is Oroszország körülbelül 100 ezer katonát állandó jelleggel Ukrajna környékén állomásosztatott. Ugye 8. és a 20. hadsereg erőit, hogyha valakinek így részletesen kell. Tehát igazából azt kellett nézni, hogy ezen a 100 ezeren felül mi jön még oda. És ugye láttunk már egy ilyen csapat összevonást 2021 tavaszán, tehát nagyjából egy évvel ezelőtt. Akkor nagyon sokan azon aggódtak, hogy háború lesz, mi szokás szerint pont az ellenkezőt mondtuk, azt mondtuk, hogy nem lesz háború. Mindkét dolgot ugyanonnan tudtuk. Ez az ugyanonnan pedig az, hogy ahhoz, hogy ténylegesen meg lehessen indítani egy támadást, ahhoz nem csak katonából kell sok. Ez nem csak létszámkérdés, hanem a csapat összevonások összetétele számít. Szaknyelven fogalmazva tehát az, hogy pontosan milyen képességeket vont össze az Oroszországi Föderáció. Tavaly tavasszal, hiába volt ott 100 000-nél bőven több katona összevonva, bizonyos kulcsfontosságú képességek hiányoztak, amelyek nélkül nem lehetett megindítani a támadást. Tavaly tavasszal mi ezt viszonylag nyugodtan szemléltük, mert amíg ezek a képességek nem voltak ott, addig lehetett tudni, hogy ez itt erődemonstráció, de semmi több.
ami tavaly decemberben indult, és végül is ugye február 24-én egy háborúban csúcsosodott ki, vagy eszkalációban csúcsosodott ki, tehát ez a második csapat összevonás, ez különbözött. Azt láttuk, hogy kezdettől fogva elkezdenek megjelenni azok képességek is, amelyeket tényleg csak akkor telepítenek, hogyha valaki támadni akar, mert ezek nem feltétlenül könnyen mozgatható dolgok. Tehát egyrészt láttuk az erő összevonás összetételét. Másrészt láttuk az erő összevonás folyamatosan növekvő méretét. Tehát amikor ez elkezdte elérni a 180-200 ezer főt, akkor már látszott, hogy ez sokkal nagyobb, mint bármi, amit eddig hadgyakorlatként a nyugati katonai körzetben láttunk. Harmadikként ott volt az is, hogy ahogy ezek a csapatok elhelyezkedtek, ugye december folyamán, január eleje folyamán, január vége folyamán, az orosz-ukrán határtól viszonylag távoli pontokon gyülekeztek, és persze az ember egy kis felbontású térképet használ, akkor egy a határtól 200 kilométerre lévő összevonási pont is közelének tűnik, mert ugye csak egy pont ott a határt jelző vonal mentén, de valójában eleinte elég messze voltak. Viszont aztán január közepétől elkezdtek felvonulni az orosz-ukrán határa, gyakorlatilag rátelepültek a határra. Ez már megint nem olyasmi, mint egy hadgyakorlat környékén az ember meg szokott csinálni. Ez volt a harmadik tényező. A negyedik tényező az volt, hogy ugye december közepén Oroszország benyújtott két javaslatot arról, hogy milyen legyen az európai biztonsági rendszer. Ez a két javaslat, az egyik javaslat az EU-nak, a NATO-nak ment, a másik az Egyesült Államoknak, és sokan reménykedtek, hogy akkor ezt az oroszok azért csinálják, hogy el lehessen kerülni a háborút, tehát ez egy ilyen kivezető út. Igen ám, de azt láttuk, hogy Oroszország teljesen komolytalanul kezeli ezeket a javaslatokat, amiket ő maga nyújtott be. Tehát pontosan tudjuk, hogy hogyan tárgyalnak az oroszok akkor, ha valamit tényleg el akarnak érni. Elképesztően profik. Tehát ha valamit komolyan el akarnak érni, akkor nagyon koncentráltan, nagyon összeszedetten a részletekre, nagyon-nagyon odafigyelve tárgyalnak. Az orosz diplomácia ezt örökölte a szovjet diplomáciától, a szovjet diplomácia pedig jelentős részben a cári diplomáciától. Tehát, hogy ez egy évszázadnál bőven hosszabb hagyománnyal rendelkező, nagyon-nagyon profi külügyi szolgálat. Tehát tudjuk, hogy milyen az, hogyha komolyan tárgyalnak. Most hiszen nem ezt csinálták. Tehát az látszott, hogy ez a két javaslat részben egymásnak is ellentmondott, irreálisan rövid határidőt szabtak, a különféle orosz hivatalos személyek össze-vissza beszéltek erről, és ráadásul a tárgyalások ideje alatt is zavartalanul folytatódtak a csapat összevonások. Tehát úgy tűnt, hogy a tárgyalás az nem alternatívája a háborúnak, hanem csak valamiféle elterelés. Tehát már ez is gyomos volt, ez volt a negyedik. És ugye ott volt az a tényező is, hogy az amerikai hírszerzés ugye december közepétől nagyon-nagyon pontosan elkezdte követni és kommunikálni azt, hogy mit tud az orosz csapat összevonásokról. Ezt volt, akik elhitték, volt, akik nem hitték el, de volt egy revelatív pillanat. Január végén az amerikaiak nyilvánosságra hozták a saját decemberi anyagaikat. Amik decemberben mondtak arról, hogy januárban hol lesznek majd az orosz erők. Akkor legalább döbbenetesen pontos volt. Tehát magasabb egység szinten eltalálták, hogy pontosan hogyan és merre fognak felvonni az orosz erők, milyen létszámban, milyen összetételben. Tehát ott az nekem egy tényleg egy meghatározó pillanat volt, hogy atyaik, hogy ezek mi mindent tudnak. És ugye innentől analógiás módon lehetett sejteni, hogyha eddig is ennyire pontos információik voltak, akkor feltétlenül a folytatást illetően is elég pontosak az információik. Ez pedig elvezetett odahoz a kérdéshez, ezt elmondtam már többször. Én kutatóként próbálok kritikus lenni saját magammal szemben is, és feltettem magamnak a kérdést, hogy mennyi az esélye, hogy én okosabb vagyok, mint az amerikai hírszerzés. Tehát azért lássuk be, hogy nem túl sok. Tehát azért egy idő után az ember muszáj, hogy kételkedjen saját magában. És ugye volt még egy utolsó jel, egy hatodik jel, hogy amikor Oroszország beterjesztette azt a törvényjavaslatot januárban, ami a két szakadár entitás, a Donyecki és a Luhanszki népköztársaság elismeréséről szólt. Ugyanis azt pontosan lehetett tudni, hogy ha ezt meglépik, akkor az Abházia dél-oszétia forgatókönyv fog ismétlődni, tehát az államelismerés után nyilván lesz valamiféle védelmi megállapodás, amelynek keretében az orosz csapatok oda legitim módon bemehetnek. Ez is történt, ugye február 21-e volt az államelismerés, és már a február 21-én nyilvánosságra hozott törvényben, az államelismerésre szóló törvényben, már ott volt, hogy Oroszország katonai garanciát ad ezeknek a területeknek. Tehát február 21-től pontosan lehetett tudni, hogy ebből már biztosan háború lesz. A kérdés csak az volt, hogy mi és mekkora.
Na most amiben tévedtem, az a háború mérete volt például. Én tényleg azt hittem, hogy nem támadják meg Kijevet. És utolsó gondolat, az, hogy valaki nem tudta biztosan, hogy háború lesz, vagy valaki nem találta el, és azt mondta, hogy nem lesz háború, miközben lett, ez nem jelenti azt, hogy ezek az értékelések hibásak lettek volna. Tehát azért mondták nagyon sokan, hogy nem lesz háború, mert racionálisan nem tűnt úgy, hogy Oroszország ezt megnyerhetné. És most 2 hónappal később azt látjuk, hogy igen, ez az assessment, ez az értékelés, ez helyes. Tényleg nem tűnik úgy, hogy Oroszország ezt meg tudná nyerni, legalábbis nem az összes front szakaszon. Tehát akik azt mondták, hogy azért nem lesz háború, mert Oroszországnak az ereje kevés, nem tud megtartani területet, az ukránok nem akarják, a nemzetközi következmények katasztrofálisak, ez mind igaz. És a probléma az az, és valószínűleg ez nektek is probléma a földrajzban, nekünk is probléma a biztonságpolitikában, nagyon nehéz előrejelezni, ha az ellenfél hibázik. Értitek, úgy vagyunk szocializálva, hogy ilyen racionális aktormodellek szerint gondolkodunk, és azt feltételezzük, hogy az ellenfél fel tudja mérni a saját lehetőségeit, képességeit, gyengeségeit, és ennek alapján hoz egy racionális döntést. Az oroszok láthatóan nem ezt csinálták. Teljesen igazatok volt abban, meg a többieknek is, hogy egy ilyen támadást megcsinálni az ostobaság. Épp észre nagyon nehéz volt azt gondolni, hogy ennek ellenére megcsinálják, hát megcsinálták. Úgyhogy körülbelül ez a sztori. Igen, hát az a helyzet, hogy ezt már egyszer elmondtam egy ilyen podcast beszélgetésnél, hogy tehát az orosz lélek, az orosz társadalomnak a belső struktúrája, hogy mire, mit lép, mit válaszol, bizonyos dolgokat hogyan ítél meg, azért úgy gondolom, hogy az észak-atlanti világ számára nem teljesen ismert. Tehát, hogy nyilván vannak szakértők, akik ezt mélyebben kutatják, de én azt gondolom, hogy a közvélemény szintjén, de még az általános politikai elit szintjén sem ismert ez. Tehát, hogy valamit gondol a nyugat-európai észak-atlanti világ jelenségekről valamit, és úgy gondolja, hogy erre ilyen és ilyen válaszok lehetségesek. És ugye itt van az a probléma, amit én, nekem ez a meggyőződésem, hogy ez így van, hogy az oroszok viszont teljesen másképp gondolkoznak erről. Ez az egyik, a másik pedig, hogy magukat, a tényeket sem mindig ismerik. Tehát ugye itt a dezinformáció, meg a távoli, messzi, nagyon mély struktúrák, vagy strukturális problémák, amik nem látszanak. Tehát ugye, hogy amikor kimenekítik az amerikaiak a nagykövetségüket, ugye ez szatán januárban volt valamikor, akkor én pont erre gondoltam, hogy mondta András, hogy hát azért az amerikaiak sem teljesen, hogy mondjam, nyeretlen 2 évesek, tehát hogy itt biztos lesz valami. És amikor írtam Kijevbe, akkor beszéltünk Dáviddal is, akkor mindenki tulajdonképpen megnyugtatott, hogy nincs itt semmi látnivaló, hát persze az amerikaiak ugye már 2-3-mal előre gondolkoznak. Tehát szerintem itt van egy problematika. De Dávid jelezted, hogy van egy gondolatod ehhez a hosszabb bevezetőhöz. Igen, én egy kicsit az Andrással olyan szempontból vitatkoznék, hogy többször hallottam András, hogy ezt hangsúlyozott, hogy ugye itt a külügy, vagy az orosz katonai vezetés, az orosz külügy ugye mennyire professzionális. De azért egy csomó dologban látjuk azt, hogy ahogy Oroszország működik, az ugye közel nem olyan professzionális. Ugye mi földrajzosok nem látunk bele a katonai, diplomáciai vonalba ennyire részletesen, tehát mondjuk például engem is meglepetésként ért az, hogy amikor megindult a háború, akkor ugye kiderült, hogy ez az orosz hadsereg, ez mennyire felkészületlen, illetve hogy hát eleve a belső korrupció és a rendszer szintű problémák miatt, ugye hát egy csomó felszerelés, hadi eszköz az nem olyan állapotban volt, mint amilyen állapotban annak papíron lennie kellett volna, tehát hogy amit én látok, hogy az orosz világban, az orosz viszonyrendszerekben igenis komolyan benne van ez, hogy hibázhatnak is, és hogy hibáznak is, a múltban is hibáztak ugye sokszor nem csak háborús dolgokban, hanem itt akár ugye gazdaságfejlesztés tekintetében, akár bármi eszközök tervezése, gondoljunk csak ugye most van az évfordulója, tegnap volt az évfordulója a csernobili balesetnek. Tehát, hogy ez rendszer szinten benne van Oroszországban, az orosz szisztémában. Ezzel együtt is én
Értem azt, hogy ugye ez a legnehezebb ezzel kalkulálni, hogy mi van, hogyha a másik fél hibázik, de amit hallottam, meg olvastam még így a háború kapcsán, hogy általában a legtöbb ilyen háború, amikor kitör, az azért tör ki, mert hogy valaki hibázik, valaki elkalkulál valamit, és aztán ebből lesznek az ilyen komolyabb és elhúzódó dolgok. Igen, ez abszolút egyetértek. Az érdekes egyébként abban, hogy az orosz haderő hogyan működött a háború elején. Ugye ma már pontosan tudjuk, hogy nekik az volt a feladat, hogy azt a feladatot kapták a politikai vezetéstől, hogy egy villámháborút tervezzenek meg, és egy villámháborút hajtsanak végre. Egyébként ezt a villámháborút, amennyire kóstolni lehet, ők professzionálisan megtervezték. A probléma nem a katonai működéssel volt az elején, a probléma a politikai utasítással volt, jelesül az, hogy ez hibás volt. És így miután kiderült 4-5 nap után, hogy ez a villámháború, ez biztosan nem lesz így jó, utána akkor menet közben kellett újra tervezni, menet közben kellett fejleszteni logisztikát, menet közben kellett több erőt odavinni. Tehát ami a háború második hetétől, nagyjából az 5. hetéig láttunk szerencsétlenkedés, az részben azért volt, mert egy folyamatban lévő háború közben kellett módosítani a célrendszert. Tehát én azt vagyok hajlamos gondolni, hogy itt a hiba az a legfelsőbb politikai vezetés szintjén történhetett, valahol ott az elnöki adminisztráció környékén. Ugye Oroszországban olyan az alkotmányos rendszer, hogy háború és béke kérdésére az elnök dönt, ugye ez egy prezidenciális rendszer, tehát az elnöknek sokkal erősebb hatalma van, mint bármelyik nyugat-európai vezetőnek. Úgyhogy itt az elnöktől kellett, hogy jöjjön az utasítást a vezérkarnak, hogy akkor már pedig egy villámháborút tervezzenek meg. És az a kérdés, hogy az elnök miért döntött így, milyen információk alapján. Itt tippelni tudunk, az tűnik valószínűnek, hogy az FSB vezethette félre az elnöki adminisztrációt és magát az elnököt, de ezt pontosan szerintem csak a háború után fogjuk meg tudni, lehet, hogy évtizedekkel. És ugyanakkor az, amit Dávid mondtál az orosz haderő működéséről, igen, ez egy nagy meglepetés mindenkinek. Ugye van erre egy szép orosz szó, hogy a bardak, tehát hogy ez minden szinten rohad az egész, és működésképtelen, és korrupt, és szétesik, és nem foglalkoznak a karbantartással, és a katonáik fosztogatnak, erőszakoskodnak, dezertálnak, hátrahagyják a felszerelést. Ilyen szempontból rengeteg tanulsággal szolgál ez a háború az orosz haderő működéséről. És én most próbálom mindenhol azt magyarázni, hogy ezek a tanulságok, ezeket nem csak nekünk kell levonnunk, de az oroszok is biztosan le fogják vonni. És innentől pedig már most látszik az elemzői probléma, hogy a háború előtt hajlamosak voltunk túlbecsülni az orosz hadsereget. Úgy képzeltük el, mint valamiféle óriás, ilyen legyőzhetetlen nemeziszt, aminek mindenre van megoldása, pusztító szuperfegyverei vannak, és hát most látjuk, hogy ez a nemezisz, ez talán mégsem annyira legyőzhetetlen. És a kihívás az lesz, hogy itt a háború után pedig ne essünk át a ló másik oldalára, és ne kezdjük el alábecsülni az orosz hadsereget. Valószínűleg ugyanaz fog történni, mint 2008-ban a grúziai háború után történt. Persze, katonailag azt megnyerték a grúz hadsereget, azért még az orosz is lenyomta, de a grúz háború egyébként orosz katonai oldalról katasztrofális volt. Tehát hibára halmoztak, és a grúz háború tapasztalatai indították el aztán azt a haderő reformot, ami létrehozta azt az orosz hadsereget, ami a Krímet meg tudta csinálni 6 évvel később. Szerintem most pont ugyanez lesz, amint ez a háború véget ér, vagy elkezd elcsendesedni, azonnal le fogják vonni a tanulságot, és elkezdenek dolgozni a haderőfejlesztésen. Tehát itt, amíg korábban túlbecsültük őket, most az lesz a kihívás, hogy ne becsüljük őket alá, mert biztosan megpróbálnak tanulni a hibáikból. Akkor ezek szerint, mert ezt akartam az előbb kérdezni, csak te megelőztél már itt a gondolatokban, hogy akkor, mert ugye ezeket azért lehet hallani innen-onnan, hogy azért az orosz katonai vezetés sem volt a helyzet magaslatán. Tehát akkor azt mondod, hogy a villámháború megtervezését jól előkészítették, csak előre nem látható okok miatt kellett volna ezen változtatni, ami nem sikerült. De akkor valahol mégiscsak ez a helyzet, hogy az orosz hadsereget ugye nem a helyén kezelte sem a világ, sem pedig az orosz vezetés. De ugye az előbb említettük már a földrajzi környezet jelentőségét is bizonyos hadmozdulatok elakadásába, de vajon ez a két ok lenne a háború beragadásába az oroszok szempontjából? Tehát, hogy volt egyfajta hamis számítás, vagy egy hamis illúzió a villámháború kapcsán, illetve hogy földrajzilag
azért nem számítottak mindenre, mert ugye most legutoljára ezt olvastam, hogy hát ugye itt a tavaszi sártenger, ami ugye elborítja az ukrán területeknek egy jelentős részét, az is ugye közrejátszott, de hát ezt azért már tudják az oroszok, ha mások nem, hogy itt azért ezzel mondjuk számolni kell, de lehet, hogy itt is csak arról van szó, hogy azt gondolták, hogy néhány nap alatt elintézik az ügyeket, és mire a tavaszi sártenger elárasztja a stratégiailag fontos útvonalakat, addigra végeznek. Igen, szerintem pontosan ez történt. Tehát ez a sártenger, ez egy annyira tipikusan orosz szó, orosz dolog, hogy még külön szó is van rá, hogy ez a bizonyos Rasputica. Igen. Hogy ezt lehet úgy fordítani, hogy úttalanság, tehát hogy amikor így megszűnnek az utak. És ugye egyébként Oroszországot ez a Rasputica már legalább kétszer megmentette a történelme során, ugye egyszer a napóleoni háborúk idején, egyszer pedig ugye a náci Németország Oroszország elleni támadása idején. Tehát ők pontosan tudták, hogy ez a Rasputica ez előbb-utóbb beüt. Csak valószínűleg azzal számoltak, hogy ugye február 24-én kezdték el a támadást, a saját terveik szerint, ugye ez február 24-én, ez egy csütörtök hajnal volt, a saját terveik szerint vasárnap hétfőre végezni kellett volna. Tehát ők azzal készültek, hogy mire a Rasputicából probléma lesz, legalább egy hónappal később, addigra már minden meg lesz, addigra már mindent elrendeztek, ezen a ponton ez a probléma az nem fog jelentkezni. És ilyen menet közben kellett módosítani a terveket, és ha már elkezdünk egy háborút, tehát február 24-én elkezdték, az északi és az északkeleti fronton nem haladtak olyan nagyon sokat előre, délen viszont az első nap előre mentek 130 kilométert. Tehát délen az első nap kijutottak a Dnyeperig, és a negyedik-ötödik nap végére már Herszon alatt álltak. Tehát amikor kiderült, hogy a villámháború teljes egészében nem fog működni, onnan már nem lehetett hazasétálni. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy ej, bocsánat, elnézést kérünk, akkor felfordulásért mi akkor mennénk haza, ezt most befejeztük. Tehát ilyet egy politikai vezetés nem tud mondani. Tehát az arcmentés kényszere tulajdonképpen egy nagyon komoly tehetetlenséget eredményezett, onnan már muszáj volt folytatni. Pláne ugye autoritár rendszerek nem tudják beismerni, hogy hibáztak. Tehát teljesen elképzelhetetlen az orosz elnök azt mondaná, hogy hát ezt elrontottuk. Ugye olyan szint, hogy március 25-én van ez a fordulat, amikor bejelentik, hogy hát a Kijevvel akkor ők elvonulnak, és mostantól a Donyeck medencére koncentrálnak. Ezt hogy kommunikálják? Úgy kommunikálják, hogy hát mindig is ez volt a terv. És igazából Kijev az csak egy ilyen elterelés volt, és mindig is a Donbasszt akartuk bevenni. Igaz ez? Persze, hogy nem. Tehát a háború legelejétől kezdve Kijev bevétele volt a fő irány, Kijev bevétele volt a fő cél, és minden más, a Donyeck medence, a Krímből a Fekete-tenger partvidék és az Azovi-tenger irányába kiinduló támadások, ezek voltak a mellékfrontok. Tehát Kijev alatt elvesztettek legalább 10 000 katonát, és körülbelül a bevethető harckocsik körülbelül 25%-át. Tehát ez azért nem úgy néz ki, mint egy elterelés. Tehát nyugodtan ki lehetne mondani, hogy Kijev alatt ez az orosz haderő vereséget szenvedett. És ezek után helyezik át a hadműveletes súlypontját a Donyeck medencére. Dávid, ehhez? Ugye Kijev kapcsán én azon gondolkoztam nagyon sokat, hogy ugye nemzetközi jogi értelemben én úgy gondolom, hogy ugye Kijev azért is lehetett az elsődleges cél, mert ugye, hogyha itt egész Ukrajna átállítása egyfajta orosz irányba, úgy, ahogy van, az paradox módon nemzetközi jogi értelemben sokkal könnyebben magyarázható a nemzetközi közösség számára, mint mondjuk az, hogyha itt déli, délkeleti területeket egyszerűen leszakítanak Ukrajnából ilyen amolyan fájdalomdíjként, vagy B-verzióként. És ugye én nekem az elején is, tehát én megmondom őszintén, hogy ezért tartottam abszurdnak azt, hogy az oroszok megindíthatják ezt a háborút, mert az ő szempontjukból ezt egyféleképpen lehetett volna csak megnyerni, hogyha egész Ukrajnát állítják át az ő irányukba. De az, hogy most egy ilyen land grab, tehát egy ilyen területszerzési történetbe ment át ez az egész, ez a B-terv, ez már nagyon nem működik, mert ez a legrosszabb, ilyen 19. századi reflexeket hozza elő, vagy az, hogy ilyen, hogy egy nagyhatalom megtámad egy másik országot, hogy annak bizonyos részeit megszerezze, tehát nem az egész országot, hát ilyet utoljára legalábbis Európában Adolf Hitler idejében láttunk. Tehát olyan persze volt, tehát ilyen volt az afganisztáni háború ugye 2001-től, vagy Irak ugye 2003-ban, hogy egy egész ország
volt átállítva ugye kompletten egy másik irányba, de az, hogy itt konkrétan ez egy területszerző háború, ez szerintem egy ilyen nagyon suta és nagyon rendkívül kontraproduktív, tehát az orosz geopolitikai érdekek, tehát a hosszú távú érdekek szempontjából, ez szerintem rendkívüli módon kontraproduktív. Ez semmi másra nem jó, csak arra, hogy Putyin otthon valamit ki tudjon tenni az asztalra, hogy otthon megmagyarázza a bizonyítványt. Én nagyon ezt érzem ebben a történetben. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről. Nem, hát biztos, hogy ugye ez magyarázza azt, amit ugye András is említett az előbb, hogy itt a fő cél Kijev elfoglalása. Tehát aki Kijev, az többé-kevésbé meghatározhatja az egész országban az eseményeket, és az szerintem Moszkvából annyira nem látszik, hogy itt Ukrajnát milyen történelmi pálya különbségek feszítik szét, mert ugye a birodalmi gondolkodás az ilyen finom szövetű dolgokat nem nagyon akar, vagy nem nagyon tud detektálni. Tehát egészen bizonyos, hogy ez a B-terv, amiről most itt beszélgettetek, ez valóban, ez már csak mentik a menthetőt, és ugye most még egyelőre az orosz társadalom sem zúgolódik, nem feltétlenül várom, hogy ez így történjen, de hát előbb-utóbb vélhetően a nemzetközi szankciók, meg hát a háborús helyzet az majd a társadalom alsóbb rétegeihez is elér, tehát azért ezt sem zárom ki, hogy az erőket Moszkvában is ugye arra kell majd koncentrálni, hogy ne essen szét mondjuk az orosz társadalom, hiszen erre is volt már példa a történelem során. De az elhúzódó háború egyébként úgy tűnik, hogy valamiféle korszakhatárt fog jelenteni. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek, hogy bármilyen értelemben húzhatunk itt egy vonalat, akár a nemzetközi politikai, katonai vagy geopolitikai aspektusokból, illetve hát ebben a keretrendszerben hogyan tudjuk elhelyezni a poszt-szovjet térséget, tehát ugye az egykori Szovjetuniónak a területét, ahol ugye most már elég heterogén irányokba figyelő államok, országok vannak. Abszolút korszakhatár, nagybetűs korszakhatár. Tehát olyasmi jellegű korszakhatár, mint 2001. szeptember 11-e volt. Tehát, hogy a világ ezek után nem lesz ugyanolyan. Tényleg, amit Dávid mondott, nagyon-nagyon jó hasonlat, úgyhogy ha nem bánod, akkor ezt mostantól rád való hivatkozással, de használni fogom. Hogy ez az, hogy egy ilyen klasszikus 19. századi területszerző háborút valaki megindít 2022-ben Európa kellős közepén, ez teljesen elképzelhetetlen volt, viszont mivel megtörtént, innentől ez újra reális veszélynek számít, és erre fog készülni a világ, és elsősorban a nyugati világ. Tehát az EU-n és főleg a NATO-n belül még nagyobb hangsúlyt fog kapni. A kollektív védelem, Európa elkezd újra felfegyverkezni. Németország ugye a háború kezdetén bejelentett, hogy 100 milliárd euróval növeli a védelmi kiadásokat idén. És utána pedig el fogja érni a 2%-os védelmi kiadásokat. Lengyelország konkrétan meg másfélszerezte a védelmi kiadásait, a GDP 2%-áról 3%-ára emelte a kiadásokat. Tehát egy újra felfegyverkező Európát fogunk látni, sokkal nagyobb, sokkal jelentősebb katonai erőkkel itt a NATO, mint szövetség keleti szárnyán. Látjuk azt, hogy Európa 2008 sokját lényegében figyelmen kívül hagyta, 2014 ezen nagyon sokat nem változtatott, de ami most 2022. februárjában történt, most elkezdtünk leválni az orosz energiahordozókról. Ugye Németország tényleg korszakos fordulatot tett azzal, hogy még a háború kezdete előtt, február 21-e volt az államelismerés, és február 22-én bejelentették, hogy jó, akkor az északi áramlat gázvezeték projektnek itt a vége. 12 milliárd euró ment a levesbe. De ez akkora ugrás és korszakhatár, már az államelismerés, aztán a háború, hogy igen, el kell kezdeni leválni az orosz energiahordozókról, mert eddig az orosz energiahordozóktól való függés csökkentése mellett az volt csak az érv, hogy Oroszország hajlamos visszaélni a gázszállításokkal. Dáviddal szerintem együtt voltunk éppen Belarusban, amikor zajlott a soros belarusz-orosz gázháború. Volt két ilyen belarusz-orosz gázkonfliktus, volt két ukrán-orosz gázkonfliktus, de Európa mindig úgy volt a diverzifikációval, hogy hát Oroszország alapvetően megbízható szállító, tranzitútvonalakkal van a probléma,
úgyhogy csináljuk megkerülő megoldásokat, ilyen megkerülő megoldás lett volna az északi áramlat gázvezeték is. Mostanáig attól tartottunk, hogy Oroszország politikai nyomásra használja az energiafüggés, de semmi más. Viszont most az látszik, hogy az energiabevételekből, és ugye 8-900 millió dollárról beszélünk naponta, tehát hogy ennyi pénzt keres Oroszország az energiaexporton, az látszik, hogy ezeket az energiabevételeket arra fordította, hogy felépítsen egy hadsereget, amivel lerohanja a szomszédját. Ez egy egészen más típusú veszély, és pont emiatt a veszély miatt kell leválnunk az orosz energiahordozókról. Igen, drágább lesz az energia mindenhol Európában, ebbe investálni kell, a háború meg fogja bonyolítani a világ élelmiszerellátását, és ti sokkal jobban tudjátok, hogy Oroszország és Ukrajna mekkora részesedéssel bír ugye a világ élelmiszer exportjából, gabonából, étolajból, ilyesmikből, és hát tényleg nagy stratégiailag az, ami most történik, ennyire egységes nyugati fellépést sose láttunk. Tényleg, soha. Tehát szankció követ szankció, teljes összhangban az Egyesült Államok és Európa, ilyen nem volt sem 2008-ban, emlékezzetek, a grúziai háború után nem egészen egy évvel már reset-ről beszéltünk amerikai-orosz kapcsolatokban. 2014 a Krím megszerzését Oroszország megúszta néhány egészen apró szankcióval. Az első komoly szankciók csak a szerencsétlen malájgép lelövése után jönnek 14 nyarán. Most viszont az látszik, hogy a nyugat minden korábbinál egységesebb ezekben a szankciókban, ilyen sem volt eddig. És ami miatt ennek globális jelentősége van, Kína árgus szemekkel figyeli, hogy hogyan reagál a világ arra, hogyha valaki területszerző háborút indít. Taiwan is árgus szemekkel figyeli, csak ugye egy más szempontból. Tehát az, ami itt most Oroszország és nyugat viszonyában történik, ez nagyon sokak számára meghatározó tapasztalat lesz, és tényleg a tanítok egyetemen is, és szoktam mondani a hallgatóknak is, hogy kollégák, ez most az a rossz helyzet, hogy történelmi időket élünk. Nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Azt tudjuk, hogy korszakhatár, azt tudjuk, hogy nem lesz olyan a világ utána, mint előtte volt, de hogy pontosan milyen, ezt most még csak találgatni lehet, és itt egy pici lobbizás. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne a korábbinál sokkal több erőforrást fordítani biztonságpolitikai kutatásokra és ennek mindenféle határterületére is. Tehát tényleg ilyen interdisziplináris erőfeszítésre volna szükség, sokkal nagyobb léptékben, mint amit eddig csináltunk, mert éppen átalakul körülöttünk a világ, jó volna nem lemaradni erről. Úgyhogy körülbelül ezt gondolom. Igen, teljesen a szívünkből beszélsz, már ami ugye a kutatásnak a fokozását és az irányát, fókuszát illeti. Én nekem az jutott most eszembe, hogy az nem rejt veszélyt magába, hogy Oroszország végletesen elszigetelődik, mert én azt gondoltam ezelőtt egy pár évvel, hogy Oroszországnak az az érdeke, hogy Európa felé tekintsen. Tehát tudjuk jól, hogy van egy kulturális törésvonal Oroszország és a többi európai terület között, de hát mégiscsak a történelem, meg ugye a gyökerek, az sok olyan időszak volt, amikor Európa felé fordította Oroszországot, és hát ha most elszigetelődik, akkor Kína szerintem nem csak ezért figyel árgus szemekkel a területszerző háborúra, mert ugye Kína azt is gondolja, hogy most a verseny igazából a világ mondjuk úgy gazdasági leuralása felé megy, és ugye ebben nagyon-nagyon jelentős szerepe lesz Kínának, tehát ugye Oroszország ezzel szerintem kiírta magát legalábbis egy időre, hogyha azt feltételezzük, hogy a háború nem eszkalálódik. Mert hogyha leválik Európa az orosz energia hordozókról, akkor egyik napra a másikra biztos nem tudja átfordítani a szállítási útvonalakat, illetve az infrastruktúráját Oroszország, mert nyilván az igény meg lenne a világban az orosz ásványkincsekre, energiahordozókra, de ez csak annyit jelent szerintem Oroszország szempontjából, hogy majd Kína fog megerősödni Oroszországgal szemben bizonyos területeken. Dávid, jelezted, hogy? Én úgy gondolom, hogy ugye, tehát visszatérve az energiahordozókra, hogy ugye eleve ugye Európában volt egy olyan érvrendszer, nem csak az, hogy ugye eleve olcsóbb az Oroszországból beszerzett energiahordozó, mert ugye arra fele vannak kiépített vezetékek, amik még ugye a szocialista együttműködésből öröklődtek át, illetve ezeket egészítették ki, aztán ugye a különféle északi áramlat, meg egyéb áramlat vezetékekkel, hanem ugye a fő érvrendszer az volt, hogy ugye ha belegondolunk a 90-es évek elején, közepén, ugye Oroszország elképesztően mély társadalmi gazdasági válságban volt.
És ugye nyugaton úgy gondolták, hogyha onnan vesznek ugye energiahordozókat, meg egy csomó más együttműködés volt erről, én mostanában találkozgattam ilyen dolgokkal, hogy például ugye Amerikában, amerikai atomerőművek is sokáig ugye Oroszországból származó fűtőanyaggal működtek. Ennek ugye az volt a célja, hogy ugye úgy gondolták nyugaton, hogy ha Oroszországot stabil bevételekhez jutatják, akkor az elő fogja mozdítani a társadalmi gazdasági fejlődést, és az ország demokratizálódását, stabilizálását. És aztán ugye, amikor a Putyin hatalma ugye megerősödött, és aztán ugye jött 2008, ugye a grúziai háború, meg aztán ugye a Krím, illetve Kelet-Ukrajna, akkor meg ezt a vélekedést felváltotta egy olyan dolog, hogy oké, de hát itt ne most ilyen szabadosan megfogalmazva, ne húzogassuk ugye az oroszlán vagy a medve bajszát, tehát hogy folytassuk azt, ami ugye business as usual, de hogy mostanra, ugye a mostani háborúval ez az érvrendszer, ez teljesen okafogyottá vált, illetve hogy úgy mondjam, teljesen kontraproduktív. Tehát most én számomra az a legnagyobb kérdés, hogy ugye az biztos, hogy ezt a mennyiségű energia exportot, ami most ugye Európa fele zajlik, ezt nem lehet egyik napról a másikra átállítani India vagy Kína irányába, egészen egyszerűen azért, mert nincsen meg hozzá megfelelő vezeték, a megfelelő szállítási kapacitás, tehát ez csak hosszú távon működhet. A másik dolog pedig az, hogy Oroszország nagyon-nagyon függ a nyugati technológiáktól, a technológiai beruházásoktól. Ez ugye így volt, ez már a cári Oroszországban is, de így volt a Szovjetunióban is, gondoljunk csak az első két öt éves tervre, ugye Sztálin idejében, amikor ugye nyugati cégek gyakorlatilag technológiákat adtak el a Szovjetuniónak. Aztán a következő ilyen nagy technológiai transfer az ugye épp a második világháború, ez a Lend-Lease történet volt, amikor ugye fegyvergyártási technológiákat, egyéb dolgokat adtak el ugye a Szovjetuniónak. Aztán ez ugye megszakadt a hidegháborúval, ugye jött a kokomlista, egy ideig még ugye ez a technológiai lemaradás nem volt látványos, de azért egy 20-30 év után már igencsak drámaivá vált. Tehát, hogy Oroszország nagyon-nagyon igényli a technológiákat, tehát az innovációk azok nem onnan jönnek, hanem a centrumból, ugye Oroszországból meg ugye a nyersanyagok jönnek. Tehát, hogy szerintem ez nagy kérdés, hogyha megtörténik ez a szétválás, akkor Oroszországgal mi fog történni hosszabb távon? Az biztos, hogy lesz, őnekik lesz ugye benzinük, meg lesz ennivaló, mert ugye ezeket ugye el tudják önállóan is, elő tudják állítani, de az, hogy technológiák nélkül, hogy Kínából mi jön, és ahogy Zsolt, te is említetted, hogy Kína ugye árgus szemekkel kacsingat, ugye nem csak Tajvan felé, hanem Szibéria és az orosz távol-kelet felé. Azért ugye a kínai tudatban ott van, hogy az is egy egyenlőtlen szerződés volt, amikor ugye a csendes óceáni tenger melléket, ugye a mai Vlagyivosztok és Habarovsz környékét ugye Oroszország megszerezte. Ott azért voltak az Amur mentén is véres összecsapások a 19. században, amikor ugye az orosz cári hadsereg ugye a kínaiak körében tömegmészállásokat hajtott végre, és hát ugye látjuk azt, hogy az 50-es években is volt itt egy szovjet-kínai egymásra borulás, de ez se tartott olyan túl sokáig, ugye körülbelül egy évtized, másfél évtized, és aztán ugye összekapott a két nagy hatalom. Tehát, hogy igen, tehát Oroszország, egyetértek azzal, hogy Oroszország itt kiírta magát a világ nagyhatalmainak sorából ezzel a háborúval. És mit szólsz ahhoz, most az jutott eszembe, ugye ahhoz kapcsolódva, hogy ez ugye a mai szituáció, tehát a mai belpolitikai szituáció mellett, fennállása mellett igaz, de ahhoz mit szóltok, ahhoz a felvetésemhez, hogy mi lesz a poszt-putyini struktúrákban? Tehát, hogy az elképzelhető, vagy elképzelhetőnek tartjátok, hogy hát azért Putyin is már 70 éves, tehát hogy nem is arra gondolok, hogy belülről mondjuk leváltják, vagy megpucsolják, hanem hogy ez megváltozik, vagy úgy gondoljátok, hogy az orosz
belpolitikai struktúrák azok, ha nem is változatlanok, de alapvetően hasonlóak már a cári időszaktól, a kommunista időszakon keresztül egészen a putyini struktúrákig. Nyilván nem tudjuk a jövőt ilyen szempontból. Bizonyos dolgokat lehet erről mondani, azzal együtt, hogy ugye Putyin annyira izoláltan él a világtól, és a világ egyik legjobban védett politikusa, tehát nagyon kevés dolgot lehet pontosan tudni Putyinról. De mondjuk az egyik ilyen az, hogy senki sem él örökké ő sem. És ugye egyre több információ és felvétel van a betegségéről, és ennek alapján azért az látszik, hogy a Putyin korszak vége az belátható közelségben van. Nem tudjuk, hogy pontosan mennyi, alkotmány szerint 2036-ig hatalma lehetne, hát az már elég biztos, hogy 2036-ig biztosan nem lesz hatalma. Na most a rossz hír az az, hogyha Putyinnal valami történik, akkor ugye a rendszer, nem látszik, hogy a rendszer egészen mitől változna meg. Tehát az tűnik valószínűleg, hogy egy menedzselt átmenet lesz, nyilván jogtechnikailag az előrehozott elnökválasztást jelent, de hogy ebben a menedzselt átmenetben valószínűleg a mostani elitből kerül majd valaki hatalomra. Oroszországban, az olasz történetben sosem volt olyan, hogy abszolút külsős került volna azonnal hatalomra. Tehát nincsenek csodák. Putyin is, amikor ugye elnök lett 2000. január 1-én, ugye Jelcin lemondását követően, már akkor hónapok óta az ország miniszterelnöke volt. És az akkori orosz elit támogatta azt, hogy a fiatal, dinamikus, de nem túlságosan erős miniszterelnökből elnök lehessen, mert abban bíztak, hogy ezt a fiatal miniszterelnököt majd kontrollt tudják tartani. Tehát ha Putyinnal valami történik, akkor az a valószínű, hogy valaki a mostani rendszerből kerül majd az elnöki székbe, tehát alapvető változás a rendszer működésében szerintem nem lesz. Nem lesz változás abban, hogy ez egy mennyire hamis, vagy ilyen fake demokrácia, tehát egy mennyire autoritár rendszer, nem lesz változás a prezidenciális berendezkedésben, nem lesz változás abban az írtózatos korrupcióban, ami az ország nyomorának az egyik fő oka, nem lesz változás a rendszer alapvető belpolitikai erőszakosságában sem, de a jó hír az az, hogy korrekcióra ezzel együtt lesz lehetőség. Abba lehet hagyni az ukrajnai háborút, hátrébb lehet vonni bizonyos felelőseket, lehet tenni bizonyos nyitógesztusokat a nyugat felé, egyszer a technológiai transfer újraindítása érdekében, lehet egy picit normalizálni a befektetői környezetet. Tehát alapvető változás nem lesz Putyin után sem, de lesz lehetőség korrekcióra. És ez borzasztó fontos Oroszország jövője szempontjából. Tényleg egyetlen gondolat az, amit Dávid mondott az előbb. Tehát itt azzal, hogy Oroszország megcsinálta ezt a háborút, ezzel 30-40 évre vetette vissza a saját fejlődését. Bizonyos józanság még mindig felfedezhető a rendszer működésében. Ugye időről időre felmerül, hogy akkor államosítsák az Oroszországban rekett nyugati vagyont. Azért ezt az ostobaságot szerencsére nem lépték meg. Mert ugye, ha meglépik, onnantól a következő 200 évben épeszűen benne fog befektetni Oroszországban. Tehát egy tökéletes öngyilkosság lenne gazdasági és technológiai értelemben is. Szerencsére ezt még nem tették meg. Egy Putyin utáni időszakban lesz lehetőség egy csomó korrekcióra. Oroszország alapvetően nem fog megváltozni, mert a fennálló hatalmi elitnek ez azért alapvetően így nem rossz. Ebből van a pénzük, ebből van a befolyásuk, ebből van az életszínvonaluk, a hatalmuk. Nem érdekük alapvetően átalakítani Oroszországot. De legalább az ilyen égbe kiáltó ostobaságokat vagy retteneteket, mint az ukrajnai háború, abba lehet hagyni. És ugye, tudjátok, van ez a vicc, amikor jön Hruscsovhoz a Kreml lakatosa, ez megvan, nem? Hogy akkor Hruscsov elvtárs, megtaláltuk a Sztálin páncélszekrényének kulcsait. Na hát akkor menjünk, nyissuk ki. Kinyitják, és ugye van benne 2 darab boríték, meg egy cetli, hogy csak vészhelyzet esetén szabad felnyitni. Hát ez egy 53-ban eléggé rossz a helyzet, úgyhogy felnyitják az első borítékot, egyetlen rövid üzenet, kenj mindent rám, Josif Sztálin. Hát ugye pontosan ez történik, 20. kongresszus, mi egymás, mindent gondosan rákennek Sztálinra, és úgy tűnik, hogy akkor javulni fog a helyzet. Mikor kiderül, hogy mégse javul a helyzet, akkor kinyitják a második borítékot, abban van a második jó tanács, írj te is 2 borítékot. Tehát én arra számítok, hogy a Putyin utáni korszakban az első boríték fog jönni, mindent rá lehet kenni Putyinra, és meg lehet tenni bizonyos korrekciókat. Körülbelül én ezt várom, de hogy ez mikor történik meg? Szerintem, ha Putyin az egészségi állapota lehetővé teszi, akkor 24-ig ő lesz az elnök. És a közelgő 24-es elnökválasztás az egy nagyon kiváló alkalom egy menedzselt váltásra. És akkor Vladimir Vladimirovics egyszerűen nem indul el újra.
ez egy kényelmes kiútnak tűnne, probléma akkor van, hogyha az egészségi állapota rosszabb, és esetleg 24-es elnök választás előtt lenne szükségváltása. De bármi lesz, menedzselten fog történni. András, meg szeretném kérdezni, hogy említette többször Putyinnak az egészségi állapotát, ugye erről én is olvastam ilyen híreket, de én ezt nem kezeltem túlságosan komolyan, tehát hogy mit lehet erről tudni, ezt tudom, most nem tartozik szorosan a beszélgetéshez, de már annyiszor említetted, hogy kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről. Tudod, mi az érdekes? Én nem vagyok orvos, tehát hogy nem próbálok belekontárkodni olyasmiben, mihez nem értek. Az az érdekes ebben, hogy egyre másra jönnek ki olyan felvételek Putyinról, ami nagyon-nagyon-nagyon rosszul van. Ugye a Sojguval való beszélgetése, ugye kapaszkodik az asztalba, hogy tegnap vagy tegnap előtt találkozott Lukasenkóval, ott is látszik, hogy remeg, nehezen mozog. Hogy miért engedik ki ezeket a felvételeket? Bennem ez motoszkál. Egészen biztos, hogy Putyin ezeket nem látja. Tehát egy orosz elnök nem fog foglalkozni a saját PR-jával, hogy ott róla pontosan milyen felvételek jönnek ki, különösen Putyin, aki eleve be van oltva a bármiféle számítógépes rendszer használata ellen. Tehát olyan, mintha az orosz elit elkezdeni kommunikálni az orosz közönség és az orosz külvilág felé is, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics egészségi állapota nem jó. Tényleg, tehát ha egy autoriter vezető beteg, ezt általában el szoktak rejteni. De itt most nem ez történik, itt most látványosan látjuk azt egyik felvétel a másik után, hogy az Oroszországi Föderáció elnöke mennyire nincsen jól. És annál ezek a tünetek rosszabbak, tehát én nem hiszem, hogy valaki ezt megjátszaná. Tehát ez úgy tűnik, hogy ténylegesen ilyen állapotban van az elnök, és a saját adminisztráció ezeket a felvételeket kiengedi. Tehát kicsit olyan ez, mintha elkezdenék felkészíteni a társadalmat arra, hogy itt valami váltás lesz. Tényleg sosem láttunk ilyet. Általában az a menetrend, hogy autoriter vezető beteg, akkor eltűnik. Egy darabig nem látjuk, amíg kikezelik, hogy rendbe hozzák. Vagy jönnek felvételről sugárzott szereplések, amiket korábban vettek föl, csak átdátumozzák. Tehát ennek van egy rutinja. Most az orosz elnöki adminisztráció és a kommunikációs stáb valami teljesen más csinál. Megmutatja a világnak, hogy mennyire rosszul van az elnök. Engem ez érdekel, hogy ez miért történik. Nem lehet, hogy egyébként a háború kitörésének is van egy ilyen oka, hogy egyszerűen Putyin érezte, hogy ezt vagy most meglépi, és akkor kvázi beírja magát a történelembe, vagy pedig később már nem lesz lehetőség erre az egészségi állapota és az egyéb okok miatt. Meg ugye idén tölti be a 70. életévét is, tehát ez is egy ilyen, hogy úgy mondjam, egy ilyen kerek dátum, nem akarok ilyen párhuzamokat vonni, de ugye Hitlernek volt egy ilyen mondása, hogy a háborút azt ő 50 éves kora előtt meg akarja indítani. Mit gondolsz erről, András? Nyilván ezt pontosan tudni kéne, milyen állapotban van az elnök. Ha tényleg az a helyzet, hogy nagyon rosszul van, nem tudjuk, de tehát nem az a kérdés, hogy whether, hanem hogy if. Tehát, hogy ha nagyon rosszul van, akkor ez a rossz hír olyan szempontból, hogy akkor mások a kalkuluszai a saját jövőjét illetően, az ország jövőjét illetően, meg a saját örökségét illetően. Tehát akkor sajnos bejöhet a képbe tényleg ez az analógia, amit Adolf Hitlerről is mondtál, hogy mivel saját magáról pontosan tudja, hogy nincs neki sok hátra, ezért már minden mindegy alapon akkor belekezd valamibe. És ráadásul, ha igaz az, hogy Parkinsonja van, és nagyon remélem, hogy nem igaz, tehát nagyon kedves barátomnak van Parkinsonja, eléggé előre haladott, rettenetes. Mert szellemileg épp, de egyszerűen megszűnik körülötte működni a teste. Tehát gyakorlatilag bezáródott ez a barátom a saját testébe. Tehát én ezt még Putyinnak sem kívánom. Tehát rettenetes dolog. Ha tényleg ez a helyzet, akkor ez a fajta elkeseredettség párosulva az elve meglévő izolációjával, ugye már a Covid előtt is nagyon izoláltan működött. Hát ha megnézzétek az elnöki rendeleteket, ezeket jó részt már nem Moszkvában adják ki, hanem a Novogárdje Vojdácsában. És akkor ehhez jött aztán 2 év teljes izoláció a Covid alatt. Ez nagyon keveseknek tesz jót. És ha ehhez hozzáadunk még egy ilyen súlyos betegséget, akkor elképzelhető, hogy sajnos egyre irracionálisabban fog viselkedni az orosz elnök. Pontosabban a saját szempontjából racionális, csak az országa szempontjából nem. Ha ez a helyzet, mondom, nem tudjuk, de ha ez a helyzet, akkor racionális stratégia lehet adott esetben akár komolyabb kompromisszumokat is tenni az eszkaláció elkerülése érdekében, mert akkor az idő az egyértelműen a nyugatnak dolgozik. Hát rengeteg kérdés lenne még, de mivel előre haladott az idő, így
föltenném mondjuk így az utolsó kört, ugye ez erről szól, ahogy már lenni szokott, hogy egy kicsit tekintsünk a jövőbe, amennyire lehet persze. Ugye itt azt kérdezném mind a kettőtöktől, hogy a két ország, de elsősorban Ukrajna jövője, létezése, az mennyiben függ a mostani háború kimenetelétől. Ez persze egy mondjuk úgy költői kérdés, mert egészen biztos, hogy függ, de hogy mit prognosztizáltok, hogy mi látható a biztonságpolitikai diskurzus alapján, illetve a földrajzos közelítés szemszögéből. Dávid, először hozzád fordulok. Hát én röviden reagálnék erre csak. Ugye én elég elképesztőnek tartanám ezt, hogyha ez ilyen land grab lenne, tehát klasszikus területszerző háborúba végződne, de hát jelenleg ebbe az irányba mennek az események. Tehát nem az lesz, mint Grúziában, hogy pár hét után ugye kivonulnak az oroszok, hogy elértük a célunkat, és akkor ennyi. Én volt egy ilyen eszmefutatásom, amire még gondoltam, hogy valószínűleg arra fognak törekedni, hogy itt egész megyéket szakítsanak ki Ukrajnából, mert megint csak ez a nemzetközi jogi dolog van ebbe, hogy akkor így nem kell ugye új határokat rajzolni, hanem a már meglévő megye határok mentén tudnak érvelni, hogy hát kérem, itt az egész megye egy népszavazáson kinyilvánította, hogy független akar lenni, vagy Oroszországhoz akar csatlakozni, és ez talán jobban megmagyarázható. Nem a nyugatnak, de mondjuk a kínaiak felé, vagy az indiaiak felé ez egy kényelmesebb magyarázatnak tűnik, mint hogyha itt kompletten új határokat kezdenének el rajzolni. Én ezt látom, én ez irányba látok egy ilyen törekvést, ugye Herszon megye az gyakorlatilag 90 akárhány százalékban már ugye orosz ellenőrzés alatt van, ugye ott láthatunk ilyen elkeseredett kísérleteket, hogy ugye egyrészt ugye először, hogy megállították az oroszokat, ugye akik odaszafele próbáltak előre törni, illetve első körben ugye Mikolajiv irányába, és ugye az ukránokban is ez benne van, hogy valahogy ha Herszont sikerülne visszavenni, ugye itt a Herszon megyének csak egy kis része van a Dnyepernek a jobb partján, ugye a megye nagyobb része az a Krím felől eső oldalon van. Tehát, hogyha itt esetleg Herszont sikerül visszaszerezni, akkor ugye Herszon megye helyzete is ingadozik. Ugye a másik megye, ahol benn vannak, az ugye Zaporizsia megye, de hát ott még a megye központot ugye nem tudták elfoglalni. Tehát én bennem van egy ilyen gondolat, hogy valószínűleg itt új határokat nem akarnának, vagy ez lesz a, ha ebbe belemennek, akkor ez lesz a legvégső és a legelkeseredettebb megoldás, mert ez a legkevésbé magyarázható, a sokkal inkább, hogy itt komplett megyéket próbálnak leszakítani, hogyha ebből valami lesz, ugye Donyeck és Luhanszk az már biztosan, ugye Luhanszk megyében, hogy gyakorlatilag csak pár iparváros, ott a Liszicsanszki kőolajfinomító környékén tartanak ugye az ukránok. A Donyeck medencéből még egy nagyobb darabot, ugye Szlavjansk, Kramatorszk környéke, ugye ott várhatók a legnagyobb összecsapások. Harkov megyének meg gyakorlatilag csak egy kis szeletét, ugye ott Kupjanszk és Izjum városa, tehát ez az észak-keleti csücske a megyének. Én azt nem tartom valószínűleg, hogy itt most Harkovnak neki mennének, ágyúzzák, stb. De hogy nem tudom, de hogy András mit gondol erről az, hogy itt komplett megyék kiszakítására törekednének, vagy ez lenne a preferál dolog? Attól tartok, hogy ez. Tehát ugye Oroszországok két szakadár kvázi köztársaság, ugye az úgynevezett Donyecki és Luhanszki népköztársaság függetlenségét azon határok mentén ismerte el, amiket a szeparatisták maguknak követelnek. Ez pedig egy 2019-es szeparatisták által elfogadott idézőjeles törvény értelmében ők Donyecki és Luhanszk megye teljes területét igényt tartanak. És ezt már több orosz hivatalos szemétől is hallottuk, hogy a cél a Donyecki és Luhanszk megye teljes területének idézőjeles felszabadítása. Tehát szerintem Ukrajna Donyeck és Luhanszk megye teljes területét el fogja veszíteni ebben a háborúban. És ahogy Dávid is mondta, Luhanszk megyét 90 akárhány százalékban már elvesztették. Tényleg pár apró falu, egy kisváros van még ukrán kézen, de várhatóan ez sem sokáig. És ugye Donyeck és Luhanszk megyét Ukrajna biztosan elveszíti.
Én tartok attól, hogy Herszon megyének a déli részét is, tehát a Dnyeper balparti részét, egyszerűen azért, mert a krím vízellátását biztosító csatorna az kelleni fog az oroszoknak. És ugye Dávid is említette Zaporizsia megye déli részét, tehát az Azovi tenger partján fekvő részt. Nagyon furcsa lenne, hogyha Oroszország lemondana a krímet Oroszországgal összekötő szárazföldi folyosóról, ugye angol ezt szoktuk Land Bridge-nek hívni. Tehát nagyon furcsa lenne, hogyha Oroszország kiengedni a kezéből Herszon megye balparti részét és Zaporizsia megyének legalábbis a most megszállt részét. Tehát én tartok attól, hogy az a terület, amit az orosz propagandisták néha Novorossziának szoktak hívni, ennek a Novorossziának egy light vagy egy kisebb verziója, tehát Donetsk, Luhansk teljes egészben, Zaporizsia és Herszon pedig részben, hogy ez orosz kézzel fog maradni. Hogy mi lesz a megszállás pontos legitimációja, lesz-e Herszoni népköztársaság, vagy lesz-e valamiféle újabb Novorossziá, ez attól tartok csak technikai kérdés, tehát a stratégiai érdekek fognak dominálni, ezeket a területeket Oroszország nem hiszem, hogy visszaadja. Ezért is lehet egyébként, hogy láthatóan nem próbálkoznak azzal, hogy ott tartsák a civil lakosságot, hanem tényleg példát a terrort alkalmaznak, elviszik a választott vezetőket, kényszer sorozzák a helyi lakosságot az orosz haderőbe. Pontosabban, hogy ez formálisan Donetszki népköztársaság haderejébe. Ezzel ugye megsértik a genfi egyezményeket, mert senki sem kötelezhető arra, hogy a saját hazája ellen harcoljon, és hát tényleg abban az irányba tolják a helyi lakosságot, hogy meneküljenek. Tehát ilyen elnéptelenítik ezeket a területeket, mert ugye minél kevesebben maradnak ott, annál kevesebbeket kell majd orosz kifejezéssel élve pacifikálni. Tehát én tartok tőle, hogy sajnos két megyét teljesen, két megyét pedig részben Ukrajna el fog veszíteni, és hát nyilván mindennek a tetejében a Krím státuszában sem lesz változás. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a kezdeti orosz tervekhez képest Ukrajna már most győzött. Tehát az pontosan látszik, hogy Ukrajna meg fog maradni szuverén államként, meg fog maradni önálló államként, elég valószínű, hogy megmarad a Fekete-tengeri kijárata is. Tehát nagyon súlyos vesztességekkel ugyan, de Ukrajna túl fogja élni ezt a háborút, és szerintem egyébként, és Dávid többet tud az ukrán történelemre, mint én, szerintem itt ugyanaz lesz, amit már nagyon sokszor láttunk Ukrajna népétől, újjá fogják építeni az országot ezután is. Tehát borzasztó vesztességek árán, de meg fognak maradni. Az oroszok kezdetben nem ezt tervezték. Báb államot akartak Zelenszkij és az ukrán kormány kiiktatásával, orosz barát vezetéssel, és tényleg ilyen a padról lenyomott Ukrajnával, hát nem ez történik. Tehát Ukrajna ezt a dolgot túléli. Igen, és hát ugye ez a kérdés, amit most mondtál, ez azt veti föl, hogy az a fajta koncepció, ami ugye a Szovjetunió összeomlásával, illetve a mondjuk úgy, hogy a kelet- és közép-európai rendszerváltásokkal mondjuk úgy, hogy kiindulópontként szolgált, tehát hogy a belső határok mentén lehetséges az államoknak a szétesése, szétválása, mindegy, hogy hogyan nevezzük. Ez ugye nem, egyszer nem tudta felülírni azokat a társadalmi, etnikai, gazdasági, stb. Törésvonalakat, amiről már Dávidék is írtak, meg Dávid is írt, hogy milyen törésvonalak vannak Ukrajnában, tehát ez, hogyha ez megvalósul, ez, amit itt prognosztizáltok, és amivel én is egyetértek, ez valóban, hogyha megnézzük, hogy milyen területi egységekből áll, vagy állt össze a mai Ukrajna, vagy nem is a mai, hanem az 1991-ben önállóvá vált Ukrajna, akkor ott nagyon komoly törésvonalak vannak, amit úgy tűnik, hogy nem sikerült menedzselni. És ugye ilyen törésvonalak máshol is vannak, más európai térségekben is. Úgy tűnik, hogy ezekkel foglalkozni kell, legalábbis azon a szinten, hogy itt kialakítsanak egy olyan mindenki számára elfogadható szituációt, amivel el lehet ezt kerülni. Hát ugye itt nyilván az, hogy Oroszország van a háttérben, ez, ami ezt a szituációt nyilván felerősítette, és nyilván a világ közvéleményének a figyelmét ilyen szorosan kiváltotta. Nem tudom, azt hiszem, hogy talán ez végszóként is apostrofálhatjuk, mert az időnk körülbelül lejárt, úgyhogy én a magam részéről köszönöm a meghívást, illetve Dávid neked, hogy összehoztad ezt a beszélgetést. Szerintem nagyon sok érdekes és új dolgot tudunk prezentálni a földrajzos, nem csak a földrajzos, de a földrajzos hallgatóknak is, hogy más szempontokat is be tudtunk vonni ebbe az egész szituációba. Én is,
Én is nagyon szépen köszönöm Zsolt a nagyszerű moderációt, és hogy Andrásnak is, hogy itt volt velünk, és megosztotta a véleményét. A GeoGulliver podcast az folytatódni fog, fogunk még beszélgetni bőven az ukrajnai eseményekről és az orosz-ukrán háborúról, illetve más témák is majd adásba fognak kerülni, hogy egy kicsit diverzifikáljuk a dolgokat, de a középpontban az mindig a földrajzot próbáljuk tartani, a földrajzi nézőpontot. Köszönöm szépen még egyszer nektek a részvételt, illetve a hallgatóknak pedig, hogy végighallgatták, végigkövették a beszélgetésünket.